attention, approach with vague intentions, betray my short attention, span the distance, bridge the border. Sziasztok, köszöntelek titeket itt az Ansnidban. Arra gondoltunk, hogy ezen a hosszú hétvégén csinálunk egy ilyen horvát körutat, vagyis ellátogattunk ide a Plitvicei tavakhoz, valamint majd elmegyünk roamingba is, és visszafele pedig megnézzük Pólát. Most itt a Plitvicei tavaknál vagyunk, illetve ez a kezdete, és fejenként olyan 6500 forint a belépő. Többfajta útvonal közül is válogathattok, és mindegyik tartalmazza egyébként a kis hajózást és a vonatozást. A vonat egyébként az egy nyitott busz inkább, és a legrövidebb az egy ilyen 3-4 órás túra, a leghosszabb az pedig ilyen 5-6 órás, és abban pedig belefér minden, vagyis a leghosszabb útvonalat, hogyha választjátok, akkor körülbelül az egész tórendszert be tudjátok járni. Rosszul emlékeztem, mert hogy a busz az nem jutott, de igazából nem is vonat. De egyébként nagyon hangulatos, tehát így az erdőn vezet végig, és kanyargós utakon, és nagyon hangulatos. Most felmegyünk a csúcsra, és majd onnan fogunk lefele sétálni. Majd egy kicsit hajókázni is fogunk egy szakaszon, és utána ismételten gyalogolni. Valahogy így lesz ez az útvonal, amelyet most mi választottunk. Ez a hátvonal. Tórendszer 1979-ben lett az UNESCO világörökségének a része, és 200 négyzetkilométer az egész területe, több mint 90 vízesése van, és több kisebb ilyen zúgója, patakja. Az egész olyan meseszerű, mint hogyha az ember ilyen fantasybe vagy meseerdőbe sétálna. És egyébként több védett állatfaj is megtalálható itt a Nemzeti Parkban, mint például a fülesbagoly, a vidra, a medve, illetve farkas is. Egyébként a vízesések kőzetének az korát azt olyan 4000 évre becsülik. Róla egyik legfontosabb látnivalója az a római kori, a
amfiteátrum, amely hatalmas méretekkel rendelkezik, mert hogy a világ 5 legnagyobb római amfiteátrumai közé tartozik. 23 ezer nézőt volt képes befogadni, és nagyon érdekes, hogy ugye nem véletlenül épült közel a tengerhez, ma már persze feltöltötték az öblöt, de régen azért volt itt a helyszínen, mert hogy a véres viadalok során megölt emberek és állatok holttestét egy ilyen rövid csatornán keresztül a tengerbe vezették, és belegondolni is olyan bizarr, hogy ezek a kövek mögött ez milyen véres viadalok voltak. Persze ma már rendezvények, sportesemények, koncertek és fesztiválok helyszíne ez az amfiteátrum. Itt vagyunk Rovinj szívénél, azaz a Szent Eufémia templomnál, amely 30 méter magas. 1651-ben kezdték el építeni, és 26 évbe telt, mire megépült. Nagyon érdekes, hogy Szent Eufémia, vagyis Rovinj védőszentjének a szobra, a harangtorony tetején nem a megszokott módon a szentély felé fordul, hanem ellenkező irányba, a hajósoknak mutatja az uralkodó szélirány. Nem véletlen, hogy az egésznek olyan velencei a hangulata, és nagyon hasonlít a Velencében található Szent Márk templomhoz, ugyanis ugyanaz az olasz építész tervezte. Rovinjban egyébként nem csak strandolni lehet, megélvezni ezt a velencei hangulatot, hanem számos hajókirándulási lehetőség is adott. Például hajókirándulnak a Limfjordhoz, Velencébe, Porecshez. Mi most egy ilyen naplementés delfinnézős hajókiránduláson veszünk részt, amely 75 kóna per fő, és ez egy olyan másfél órás hajókirándulás lesz. Ha tetszett a filmünk, kövessetek minket, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok!